Sutarsky Konrád 1934-ben született Poznanban, Lengyelországban. 1965 óta él Budapesten, felesége magyar. Költőként aktív szereplője a magyar és a lengyel irodalmi életnek egyaránt. Jelentős szerepet vállal a két nemzet közötti barátság és a kulturális kapcsolatok erősítésében. Legújabb, Lengyelország történelme magyar vonatkozásokkal című kötetét a Somogyi Könyvtárban mutatták be. Volt egy hagyományos barátság, amely a 19. században megerősödött, mert akkor sem Lengyelország, sem Magyarország nem volt független, a magyarok a Habsburgok ellen harcoltak, lengyelek viszont az oroszok ellen, és utána menekültek. Itt például a novemberi 1831-es szabadságharc után, és utána 1863-64 után ezek a lengyelek, akik ide menekültek, hát mondjam, hogy kézben harapták egyik útvarba, a másikba, és mondták, hogy a mi lengyelünk, az én lengyelem, mert annyira népszerűek voltak a lengyelek. De jelenleg ez még különleges státuszt kaphat. Antalnak köszönhetően létrejött a 3V egyezmény, és utána négy, amikor Szlovákia elkülönült Csehországtól, Csehszlovákiától, akkor négy, V4-es van. És ez olyan mag, amely körülbelül hasonlóképpen gondolkodik. És ez a hasonlóképpen gondolkodás az Európa védelmében történik. Ahogyan korábban Lengyelország és Magyarország védte. A két nép, a lengyel és a magyar barátsága hosszú évszázadokra tekinthet vissza, amelynek egyik oka talán a két nemzet történelmében megfigyelhető rengeteg közös vonatkozás. A könyvemben Lengyelország történelme magyar vonatkozásokkal látszanak ezek. Egyáltalán a 10. századtól kezdve a mai napokig. Úgyhogy csak böngészni kell, és az ember mindjárt észreveszi, milyen sok van belőle. És nem csak arról van szó, hogy ez a két nemzet különleges barátságot kötött egymással. Olyannak, amely keresni lehet az egész világon, nem találnak. Az az egyik része ennek a könyvnek, a könyv ezt is bizonyítja. A másik tényező, hogy Lengyelország és Magyarország harcolva a saját függetlenségét, saját szuverenitásáért, saját védelmében egyszerre védelmezte a nyugat, keresztény nyugat Európát. A tatárok ellen, a törökök ellen, Moszkva ellen, és most a 20.-21. században a három totalitárius rendszerrel szemben. A nácizmus, a kommunizmus és a globalizmus szemben. Mert jelenleg is hasonlóképpen olyan óriási veszélyek vannak, amelyek amióta Európa, mai Európa, tehát 1000 éve ilyen nagy veszélyben, mint most, nem volt. Az érdeklődőket Biernecki Karol, a Csongrád megyei levéltár igazgatója, Lengyelország tiszteletbeli konzulja köszöntötte, a szerzővel Zombori István történész, a Móra Ferenc Múzeum nyugalmazott igazgatója beszélgetett. A könyvben benne vannak olyan momentumok is, amikor éppen háborút is vihették volna a két nemzet egymás ellen, például koronáért, amikor Szent István és Boleszláv Hrabré, Vitéz Boleszláv, ugyanebben az évben, 1000. évében fordultak pápához, második szilveszterhez koronáért. És csak egy kaphatat. És ez Szent István volt. Úgyhogy ez is a háborúhoz vezette volna, nem vezetett. Úgyhogy egyébként későbbiek során, amikor háborúk voltak, ezek nagyon gyakran közös háborúk voltak, vagy közös ellenség ellen. Azon kívül voltak
olyan háborúk, amelyeket elveszítettünk. Hol a lengyelek, hol a magyarok. És akkor az egyik országból a másikra menekültek, például Rákóczi a szabadságharc befejezése után, 1711-ben Lengyelországban menekült, és ott még egy évet töltött, mielőtt Franciaországban, illetve Törökországban ment tovább. De nem csak a régmúltból, hanem a közelmúlt történelméből is sorolhatók a példák. A 20. században 100 000 lengyel menekült, aki idejött. Annak ellenére, hogy Magyarország akkor szövetségese volt Németországnak, akire lerohont a Lengyelországot. Úgyhogy lengyel tömeg, a katonák és a civilek németek ellen, tehát németek előtt menekültek, és szovjetek előtt menekültek, mert a két szomszédunk egyszerre megrohant a Lengyelországot, és így két frontra nem volt lehetőség már tovább védekezni. De Lengyelország akkor nem kapitulált. A Lengyelország történelme magyar vonatkozásokkal című nagyívű munka a lengyel történelem első olyan feldolgozása, amelyben hazánk történelmének a lengyel históriával összefüggő eseményei, elemei is helyet kapnak. A kezdetektől egészen napjainkig megfestett történelmi tabló nem csak informatív olvasmány, de szép és sokszor felemelő élmény is, amelyet nem csak a történelem iránt érdeklődőknek érdemes forgatni.